Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. Mai adásunkban is az elmúlt napok eseményeiről számolunk be önöknek. Itt szólunk az Ovi Olimpiáról, az árvízi fotókiállításról és a búzatéri őstermelői piac újbóli megnyitásáról is. Tartsanak velünk! Az AMK jövőjét érintő kérdésekről tartottak fórumot május 23-án a rendezvények házában. A több órás egyeztetésen a város és az AMK vezetőin kívül szülők, pedagógusok és önkormányzati képviselők is részt vettek. Zsúfolásig megtelt a rendezvények háza küzdőtere, ami nem véletlen, hiszen az AMK intézményegységeinek sorsa nem csupán az ott dolgozókat, hanem az óvodákba, iskolákba járó gyermekek szüleit is érintik és érdeklik. A heves, néha indulatoktól sem mentes felszólalások megosztották a hallgatóságot, az óvodák összevonásáról és az iskola egyházi kezelésbe adásáról. A fórumon a polgármester minden felmerülő kérdésre igyekezett választ adni. Kameránk előtt is a tényekről beszélve nyugtatta meg az érintetteket az AMK jövőjével kapcsolatosan. A múlt heti rendkívüli testületülésen elhatározta a testület, hogy az AMK szerkezete megtartása mellett továbbra is élni fog a két iskola. Csupán figyelembe véve a szakértő véleményét, a két iskolában fölmerült az a kérdés, hogy a két óvodát egy vezetés alá óhajtja vonni a testület, illetőleg a közművelődés és a könyvtár intézmény egységet kívánja szintén egy vezetés alá vonni. Valamint fölvetődött az a kérdés, hogy az óvodában pillanatnyilag alkalmazott két pedagógia asszisztens lehetőséget, ami úgy szintén önként vállalt feladat, az óvodának ezt megszünteti a testület, mint ahogy az iskoláknak adott 5%-os órakeretet szintén megszünteti, amit a korábbi években nem vett igénybe az iskola, nem használta fel, tehát nincs rá szüksége. Tehát ennyi volt a testületi döntés. Ezt a szülői képviseletnek, pedagógusok, szakszervezeti képviselőknek, iskola, diák önkormányzatának természetesen véleményezni kell. Erre a ma délután 2 órakor került sor, pillanatnyilag ezen vettem részt. Különféle vélemények hangzottak el. Az én dolgom az, egyébként nem kellett volna részt vennem rajta, mert ez nem az én hatáskörömbe tartozik, de azt mondtam, hogy eljövök, mert első kézből szerettem volna tájékozódni a szülői véleményekről. Ez meg is történt. Az a megállapításom, hogy az AMK mint intézményt fenntartja, és ezt óhajtja a lakosság, tehát ennek a fenntartását óhajtja a lakosság, valamint az előbb elmondottakat, tehát a óvodák összevonását a érdekes módon azt nem akarja, érdekes módon a könyvtár és a közművelés összevonásáról semmiféle ellenvélemény nem volt a lakosság részéről, nem hangzott el. Viszont volt némi vita a egyházi iskolák egyházi átvételéről. Itt szeretném megnyugtatni a lakosságot, és ebbe mindenkit beleértek, a pedagógusokat, szülőket, gyerekeket, hogy 2011. szeptembertől úgy lesz a tanítás abba az iskolába, ahol eddig voltak. Ugyanúgy fog történni minden, hogy aztán 2012-ben a oktatási törvény mit fog ránk róni, és abban mit fogunk megvalósítani, az a jövő zenéje lesz. De kérek mindenkit, hogy nyugodtan menjenek el pihenni a szünidőbe, mind a gyerekek, mind a pedagógusok, és a szülők is nyugodjanak meg, hogy gondoskodva lesz a gyerekükről. A tragédiákra is emlékeznünk kell.
Ezzel a mondattal nyitották meg azt a tárlatot Miskolcon, amely a 2010-es borsodi árvíz eseményeit örökíti meg. A kiállításon Pusztai László újságíró és barátai által készített fotók láthatók. A víz fogságába került kétségbeesett lakosok, ladikokon, csónakokon menekülő családok, katonai teherautókon ülő segítő szándékú emberek. A 2010-es borsodi árvíz eseményei, amelynek emlékét több száz fotó örökíti meg. Ezek közül válogatott Pusztai László újságíró, akinek tárlata május 16-án nyílt az Ifjúság és Szabadidő házban. Az újságíró nem csak dokumentálta az eseményeket, hanem szerepet vállalt a bajba jutottak mentésében is. Június 5-én reggel ugyanazon a katonai teherautón utaztunk Felső-Zsolcán a víz közepébe. Ott találkoztunk először az árvíz idején. Ismertem őt régebbről is, mint újságírót, de az árvízi események kapcsán azon a bizonyos hajnalon találkoztunk először. Én a Felső-Zsolca és Vidéke Takarék Szövetkezet elnöke vagyok, és mentem menteni, ami menthető. Ki kellett költöztessük a Takarék Szövetkezetet a székházából, ezt a nem igazán nőies feladatot mentem végezni. Hátamon hátizsák, benne szerszámok, nagy nejlonzsákok, hogy a Takarék Szövetkezet szerverét elszállíthassuk. Nos, hát ez volt az első alkalom, amikor azon a bizonyos emlékezetes két hétben összefutottunk, utána szinte minden napon. Én úgy láttam, hogy ő egyike volt azoknak a fotoriportereknek, újságíróknak, akik végigkövették a felső-zsolcai árvíz történetét, az eseményeket, és hűségesen dokumentálták is azt. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos feladat, amelyet nem csak ő, mások is elvégeztek, de a miskolciak közül talán őt láttam a legtöbbet. Miért volt fontos feladat ez a dokumentálás? Mert az emberi emlékezet nagyon feledékeny. Hamar elfelejtjük, különösen a rosszat. Nem is az a lényeg, hogy fölemlegessük, hanem hogy lássuk, hogy mi volt a szenvedésünk tárgya, és mi volt a mértéke. Erre a következő nemzedékeket is emlékeztetni kell, Felső-Zsolcát, Miskolc városát meg kell védeni a következő évtizedekben a hasonló katasztrófáktól. Az erre való felkészüléshez nagyon jól jönnek a képi dokumentumok. Én ezt úgy akkor is így gondoltam, függetlenül Pusztaiéktól, függetlenül a többi fotoriportertől, ezért a Takarék Szövetkezetünk egy amatőr fotópályázatot hirdetett, nem sokkal az árvíz után. Több mint 500 amatőr képet gyűjtöttünk össze. Én ezt Pusztai Lacinak odaadtam, ő maga is földolgozta ezeket, és az a tervünk, hogy egyszer majd csokorba gyűjtjük, és talán egy kötetnyi kép lesz belőle, tényleg dokumentálva az elmúlt nagyon nehéz egyesztendő eseményeit. Ennek a kiállításnak az érdekessége, hogy egyrészt az én fényképeim vannak, másrészt pedig megpróbáltuk összeszedni azokat a fényképeket, amit a szemtanúk, az áldozatok, a katasztrófa turisták és a további kollégák készítettek. Tehát egyrészt van az én fényképeim annak, és másrészt pedig itt vannak azok a fényképek hátam mögött, ahol ezek a szemlélők, a résztvevőknek a képei voltak. Hát nagyjából 100 fényképet állítottunk ki, és ugye ez a miskolci, a felső-zsolcai és kisebb részben az edelényi képek láthatók itt. A fotók tehát az utókor számára dokumentálják az eseményeket. Így megörökítették többek között azt is, ahogyan Nagy Zoltán tevékenykedett az árvíz ideje alatt. Ő maga így emlékezett erre vissza. Azt lássuk, azt a felső-zsolcai árvizet tavaly június 5-e körül, amikor utána átvágtam a gátat, amikor, mint ezen az ominózus fényképen is lehet látni, és utána rohamosan csökkent az árvíz Felső-Zsolcán, a belvíz. Tudnélik, egy 80 centivel kevesebb volt a sajóba a víz, mint a városba belül, és ezért, mert hál' Istennek megoldottuk azt, hogy nem sokáig lett Felső-Zsolcán belvíz. Ezzel kapcsolatosan nagy probléma ez Felső-Zsolcának, hogy ilyen árvíz kaptunk. Igaz, hogy 1974-ben 30 centivel alacsonyabb volt, és mégsem volt Felső-Zsolcán víz. Hát ezt majd döntse el a történelem, hogy ki volt ebbe a bűnös. Még rosszul érzem magam még a mai napig is, mivel benne vagyok a képviselőtestületben is, és valójában 1800 lakás sérült meg Felső-Zsolcán, ami nem kevés.
ami nem kevés a 2200-2300 lakáshoz képest. Hál' Istennek az állam segített, ami erejéből tellett. Örülünk is annak, hogy legalább ennyire áll Felsőzsolca. Annak is örülünk, hogy rövidesen elkészül az új gát, ami nyugodtan lehetünk afelől, hogy többé nem igen hiszem, hogy Felsőzsolcán lesz árvíz. Majd meglássuk a jövőt, hogy mi lesz. És a képviselőtestületben hogyan tudja segíteni a munkájával a még bajban lévőket? Hát a képviselőtestületben elég sokat segítek a lakosokon, amivel megkeresnek. Hál' Istennek az adottságom is olyan, hogy tudok segíteni. Ha nem tudok segíteni, akkor nem fogok tudni segíteni, de azért elkövetek mindent annak az érdekében, hogy Felsőzsolca valahogy visszajöjjön ebbe az egész életbe, mert azt tapasztaltam, hogy elég sokan el akarnak vándorolni Felsőzsolcán, és nekem az a kötelességem, hogy a felsőzsolcait itt tartsuk Felsőzsolcán. Az árvízi tragédia során nagy kihívást jelentett az események dokumentálása Pusztai Lászlónak, aki fényképezőgépe mögül sajátos szemszögből örökítette meg a katasztrófa pillanatait. Hát ez egy hihetetlen izgalmas dolog, mert hogy valakinek egy élete tragédiája, egy fotósnak pedig ez egy nagy lehetőség arra, hogy ilyen rendkívüli helyzetekben tudjon fényképezni, ami nyilvánvalóan izgalmas feladat, meg nagy kihívás is. Mi az, amit vissza tudnak adni a képek, és mi az, amit nem? Hát ugye megpróbáltam, én most ugye már eltelt egy év, tehát én megpróbáltam túllépni azokon a nagyon sokszor megfényképezett eseményeken, sokan lefényképeztek sokszor szinte ugyanazt, más szinte ugyanabból a szögből, megpróbáltam olyan képeket kiválogatni, ami már egy év után egy kicsit a rezüméjét adja az eseményeknek, tehát ugye tehát elment a víz, felépültek a házak, de hogy azok az emlékezetes pillanatokat megpróbáltam összegyűjteni, amik tavaly az árvízkor készültek. Mennyire állította fókuszba az érzelmeket? Hát föltétlen, mert ugye itt is óriási emóciók voltak az emberekben, sírtak, zokogtak, de hát megpróbáltam olyan képeket is találni, ahol egy-két olyan vidámabb pillanat volt, ami az ritkaság, de megtaláltam azokat a pillanatokat. Tervezi esetleg, hogy máshol is bemutatja ezeket a képeket? Hát nekem meggyőződésem, hogy ez a kiállítás ez csak egy előjáték volt ahhoz, hogy Felsőzsolcán megcsináljunk egy igazi nagy kiállítást, talán már a közeljövőben is. A miskolci tárlat május végéig tekinthető meg az IFI házban. Akár több százmillió forintot is kicsalhatott emberek százaitól egy miskolci nő. Egy biztosító társaság nevében befektetést ajánlott, a pénzt elvette, szerződést is kötött, valódinak látszó papírokkal. Az egyik országos kereskedelmi tévécsatorna úgy tudja, hogy a csaló az árvíz sújtotta területeken jótékony célokra is felhasználta a pénzt. A károsultak azután jöttek rá, hogy minden hamis volt, amikor megtudták, hogy a nő öngyilkos lett, és érdeklődtek a biztosítónál. A nyomozás jelenlegi állásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője beszélt a Zsolca TV kamerája előtt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság jelentős értékre elkövetett csalás miatt folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint a néhai gyanúsított egy pénzintézet alkalmazottjának adta ki magát, a sértetteket ezzel megtévesztve. Esetenként az áldozataitól több millió forintot vett át befektetési céllal, amiket feltehetően saját céljaira fordított. A hatóság jelen pillanatban a sértettek felkutatására tesz intézkedéseket, illetve intézkedéseket tett a kárérték megtérülésének érdekében. A Miskolci Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a néhai gyanúsított halálának körülményeit. Lehet-e valamit arról tudni, hogy mire fordította azt az összeget a gyanúsított, amit szerzett? Jelenleg még nagyon kezdeti szakaszban van a nyomozás, tehát teljes bizonyossággal csak annyit lehet állítani, hogy a sértettektől befolyt pénzösszeget saját céljaira használta föl. Thank you.
A Sajón már befejeződtek a mederkotrási munkálatok, a kitermelt homok 70%-át elszállították. A Felső-Zsolcai vasúti hídnál még tartanak a kotrási munkák. A földmunkák során több helyen is régészeti leletmentést végeztek a Herman Ottó Múzeum munkatársai. Ezekről tartott előadást a Sajóparti Nemzeti Estek legutóbbi rendezvényén Lovász Emese régész. Március végén már láthatták ezeket a képsorokat, akkor a Zsolca TV mutathatta be elsőként a Sajómenti gátépítés során előkerült régészeti leleteket. A Herman Ottó Múzeum régészei a Csepnyikben előkerült leletekről ma már biztosan állítják, népvándorláskori település szélén álló házak maradványairól van szó. Szkítakori kutakat tártunk föl, három kutat, melyek közül egyiknek sem tudtuk elérni az alját, ugyanis 3 méter, 3,5 méternél a víz volt az úr, mert feltört, ugyanúgy, mint annak idején a szkítakorban, de már menet közben a betöltésből kerültek elő cseréptöredékek, behullott egyéb tárgyak, sőt az egyik gödörből egy majdnem teljesen épp, csak éppen a pereménél sérült kis tipikus felhúzott fülű szkítakancsó. Feltártunk ezen kívül egy házat, amelyben megtaláltuk a kőpakolásos kemencét, és ebben a kemencében még egy ott felejtett edény darabjait is, már összetörve, de majd a restaurátorok lelkesen össze fogják állítani. Ritkaság ilyen szkítakori település részlet, kár, hogy a gát csak ilyen széles, és nagyobb területet nem tárhattunk most föl. Épp ezt akartam kérdezni, hiszen itt a 90-es évek elején közepén volt Wolf Mária vezetésével egy régészeti feltárás, és már akkor is találtak érdekes dolgokat, hiszen itt ebben a Helyi Történeti Múzeumban is láthatjuk ezeket, hogy azóta nem volt rá lehetőségük, és most a gátépítés egy jó apropó, és lesz-e folytatás? Wolf Mária a várdombonásot és a Nagy Szilvás nevű határrészben, ezek távol esnek a Csepnyiktől, tehát más terület. Nem került elő időközben földmunkánál lelet, mert most már sajnos ott tartunk, hogy tervásatásokat egyre kevésbé tudunk végezni. Ilyen tűzoltó munkát, most ez itt éppen ilyen képzavar, mert most a víz miatt ástunk, de ilyen rohammunkákat végzünk, amikor éppen szükséges, és azt a területet tudjuk feltárni, amit a beruházó kijelöl számunkra. Ezek az új leletek mennyire írják át Felső-Zsolca múltját, történelmét? Nagyon izgalmas, ezt említettem az imént, hogy ez a szkíta teleprészlet, ez fölöttébb izgalmas. Azért is, mert nem csak, hogy Felső-Zsolca határában, hanem környékén, sőt, itt Észak-Magyarországon, de egyáltalán szkítakori települést nagyon keveset ismerünk. Nagyon izgalmas lenne a későbbiekben, majd egyszer jobb időkben, azt szoktam mondani, tényleg megtervezni és feltárni a gát mellett még megmaradt részét ennek a településnek. Valószínűleg Alsó-Zsolca felé a gát és a folyó közötti kiemelkedő kis dombocskán volt ennek a településnek a központja. Mi kemencéket tártunk fel itt a település szélén, ez is mutatja, hogy a széle a településnek, a kutakat és a kemencéket a település szélén helyezték el. A kutakat talán azért, mert az is egy veszélyes hely volt, ne potyogjanak bele talán a kicsi szkíta gyerekek, a kemencéket pedig azért, mert a zsuppal, náddal fedett házakra nézve, hát ezek nagyon veszélyes üzemek voltak. Mit mondhatunk, hány ezer éve élnek itt emberek? Hát ezek a leletek időszámításunk előtt 1000 körül redatálhatók, és akkor még nem említettem, hogy volt egy koranépvándorláskori település részlet is, Szarmata, nagy valószínűséggel szarmatakori gödrökkel, egy kisebb kőpakolásos házikóval. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha most 2011-et írunk, akkor még egy ezrest hozzácsaphatunk. Lovász Emese régész a Sajóparti Nemzeti Estek vendégeként járt Felső-Zsolcán, ahol munkája szépségéről, küzdelmeiről és a felfedezés öröméről is beszélt. Nagyon könnyű régésznek lenni, mert szó szerint, ha eldobunk egy kavicsot, akkor biztos, hogy találunk. Én személy szerint Felső-Zsolcán most ástam először, említettük, hogy Wolf Mária és Simonyi Erika dolgoztak itt. Alsó-Zsolcán volt szerencsém a 90-es évek közepén,
Petőfi utca, nem emlékszem már pontosan, egy házalapozásnál avarkori temető került elő, ami pedig megint roppant izgalmas, mert azt tartotta a kutatás, hogy Észak-Magyarország, szűkebb területünk, nem került annyira az avar megszállás hatósugarába, és az utóbbi 10 évben ezt remekül sikerült megcáfolni, hozzászámolom ezt az alsó-zsolcai temetőrészletet is, Sajó Petriben és Ároktön több mint 1000 avarsírt tártam föl. Hogy akkor, akik ilyen intenzitással haltak, valószínűleg, hogy éltek is itt a környékünkön. Azt értem én, hogy a régésznek van egy szakmai lelkesedés a dolog iránt, de van ennek egy emberi oldala, és milyen érzés megtalálni egy több ezer évvel ezelőtt élt embernek a mindennapi használati eszközeit? Hát ez leírhatatlan, ennyi év tized után is mondhatom. Itt keveredik a kincskereső mohósága, a tudós idézőjelben kielégített tudásvágya, és a pillanat megismételhetetlensége, mert hiszen ez egy pillanat a találás, mert amint dokumentáltuk, tehát lerajzoltuk, lefotóztuk, bizony ez megszűnik, mert a régész tönkre teszi, megint csak idézőjelbe felszedjük a sírt, leásunk, megnézzük még, hogy a ház padlója alatt is nincs-e valami rejtett érték. Tehát ez egyszerű és megismételhetetlen és nagyszerű pillanat. Alig egy hónapja nyitotta meg kapuit a Búzatéren az őstermelői piac. Így több éves szünet után újra árulhatnak virágot, zöldséget, palántákat és élő állatokat is a megye őstermelői. Kameránkkal zsolcai és környékbeli őstermelőket kerestünk fel, megmutatva így önöknek is, honnan kerül a piacra az áru. Ez a mini üvegházunk, ez a mi óvodánk. Itt vannak a pici elültetett növényeink, amiknek nagyobb szükségük van a magasabb hőmérsékletre és a világosra, napfényre, és ezért ezeket, amikor kellő magasságra, bokrosságra megnőttek, akkor visszük át őket a másik helységbe, a nagy fóliába. Úgyhogy itt találja a lobéliát, az uborkákat, a paradicsomot, a zellert, és amikor az oviból kinőttek, akkor mennek a felnőttekhez a fóliába. A 1980-as évek végétől foglalkozunk palántákkal, illetve virágokkal. Az üvegházat azt később csináltuk, először nem volt fűthető üvegházunk és fóliánk, hanem csak ilyen kezdetleges fűtési megoldással foglalkoztunk az utóbbi 10 éve. Csináltuk ezt, mióta a férjem is nyugdíjas, pár éve már én is nyugdíjban vagyok, és azóta van üvegházunk, és azóta van egy ilyen dupla rétegű fóliánk, amiben paprikát, paradicsomot, zellert, illetve egynyári virágokat, muskátlit, petúniát és jegecskét, egyebet termelünk. Május közepe van, minek van most itt az ideje? Hát tulajdonképpen most a palántázásnak van itt az ideje, benne vagyunk éppen a közepébe, úgyhogy paprika, paradicsom, uborka, dinnye, zeller, tulajdonképpen ezek a fő profiljaink, amit készítünk. És emellett még ezeket az egynyári virágosokat, vagy évelős is van egy pár darab, ami évelő és fagytűrő, de az nem számottevő. Hogyan telik egy nap itt? Jaj, hát a nap úgy telik, hogy kora hajnalban, vagy reggel 5 óra körül már a Búzatéren vagyunk a piacon, hát és ott készülünk, kipakolunk, és hát délután 3-4 óra mikor, hogy
érünk haza, és akkor kezdjük. Locsolás, készítés, úgyhogy ezzel megy el az egész napon, úgyhogy mire mi lefekszünk, az 8-9, van amikor 10 óra, mire bemegyünk, és akkor van a tisztálkodás, és úgy térünk pihenőre. Megéri ezt csinálni? Szeretjük. Nem a pénz miatt csináljuk, az is, mert mindketten bérből és fizetésből élő emberek voltunk. A nyugdíjunk is ennek megfelelően alakult, és azért, hogy az unokáknak egy-egy szülinapra, névnapra legyen miből venni ajándékot, ezért foglalkozunk ezzel a szeretet mellett még, hogy nagyon szeretjük a virágokat, szívesen csináljuk, és örömünket lejjük benne. Nagyon örülünk a búzatéren megnyílt új őstermelői piacnak. Nagyon hiányzott ez a termelőknek is, a városnak is és a vonzás körzetének is. Nagyon szép, tágas, kényelmes. Vásárol most éppen? Palántákat, virágokat, temetőre visszük, meg otthon a kertbe fogjuk elültetni a paprikát, paradicsomot. És nem miskolciak vagyunk, vidékről jöttünk. És gyakran jár ide a piacra? Hát nem túl gyakran, de amikor ilyen tavaszi virágokat vagy ilyeneket vásárolok, akkor ide jövök. És mennyire elégedett az itteni árusokkal? Hát én elégedett vagyok velük, úgyhogy szeretem a falusi embereket, úgyhogy tőlük szeretek vásárolni. Éve foglalkozunk, az apukám kezdte, és én úgy vettem át tőle ezt a kertészkedést. Mi a titok? Dolgozni kell. Szeretni kell dolgozni. Nem csak szeretni, meg nagyon sokat saját kárán tanul az ember. Valamit elront, és akkor tudja, hogy így már nem szabad csinálnia. Mi volt ilyen például? Akkor locsoltam be a palántát, melegebb volt. Megégett a széle. Legközelebb tudtam, hogy nem szabad melegbe locsolni. Vagy későn gyújtottam be, fagyott meg krizantinom. 50 méter hosszú a fóliasátor. És mennyi palánta van alatta? Hát olyan 10 000 darab körül van alatta palánta. És ebből él meg így most 3 család. Milyen ma 2011-ben őstermelőnek lenni? Nekem jó. Ha dolgozok, megvan a gyümölcse, így jó, mert ebben nincsen az, hogy vasárnap, nincsen az, hogy ünnep. Ha palántának víz kell, palántának vegyszer kell, akkor jönni kell. Ha szombat, ha vasárnap, ha ünnep, neki jönni kell locsolni. Mikor volt utoljára nyaralni? 10 éve. Ami azt mondhatom, hogy elmentünk egy hétre a család. De az sem messzire, mert csak Bogács volt. Gesztelyben vagyunk, virág, illetve palánta termesztése, valamint a virágok azok inkább egynyáriak, valamint paprika, paradicsom és saláta, zöld uborka termesztéssel foglalkozok. De nem családi tradíció, hanem inkább hobbiként indult nálam az egész még a úgymond múlt rendszerbe, a szocialista rendszerbe, és akkor jött a rendszerváltás, munkahely megszűnt,
és hát úgy megpróbáltam felfejleszteni, amennyire tudtam, hogy meg tudjunk élni belőle. Meg nem gazdagszunk belőle, megélünk belőle. Edelényből járok, úgyhogy most csak palántáért jöttem, paprika palántáért. Annyira nem, meg gyümölcsért szoktam bejönni, mert van egy beteg férjem is. Hát annak gyümölcs, ott meg otthon nagyon drága edelényben. Itt lehet válogatni, és ha akarok olcsóbbat, ha akarok drágábbat, úgyhogy nagyobb a választék. Láthatunk 150 darab highline típusú tyúkot, ez a fajtája, highline. Ezek egy nagyon jó kis testű, nagy petefészekkel rendelkező tyúkok. Gyakorlatilag ilyen szép tojásokat tojnak. Szép egészséges barna héjú tojások. És ezt 12,5-13 dekából állítják elő. A tyúkokat egy nagyon jó a Tetra Kft-től kapjuk, bábolnai cég, utócég ez, és ezek 17 hetes korban szállítják őket, és 4 hétre kezdenek el tojni, és olyan 22-26-27 hetes kortól már a 85-95-96%-ot is eléri a tojástermelésük, és egy év múlva gyakorlatilag akkor 11 hónap múlva cseréljük le őket mindig új állományra. 10-12 fajta betegség ellen le vannak vakcinázva, gyakorlatilag nagyon minimális az elhullás, tehát meg vagyunk elégedve velük. Mióta foglalkoznak ezzel? 91 óta, 20 éve tartunk tyúkokat. Ezt először, ugye, amikor kezdtük, 230 darabbal kezdtük a nejemmel, és minden évben a buzatéri piacon értékesítettük a tojásokat. Sajnos, ahogy jöttek a multik befelé az országba, így a piac csökkent, és most így sajnos ennyire le kellett csökkenteni, és most akkor kétszer jártunk 2000 tyúknál egy héten a piacra, péntek, szombaton, és el tudtuk adni, sajnos most ez megváltozott, és ezt szeretnénk, azért örülünk ennek a piacnak, ennek a kistermelői piacnak, hogy ez megnyílt. A polgármester úr jó indulatán múlott. Arnóton, a Bénó kertészetben. Hát szüleim 1986-tól foglalkoznak virágtermesztéssel, dísznövénytermesztéssel. Hát nagyon sokféle növény van. Az egynyári növények különböző fajtái, szerintem olyan 60 féle egynyári növényünk van, és nagyon-nagyon sokféle muskátlink, több félék, futók, állók, és különböző árnyalatai mindenféle színben megtalálható itt a kertészetben. Azt mondják, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ez így van. De honnan lehet megtanulni a virágnak a gondozását? Hát meg lehet tanulni oktatási körülmények között, meg legjobban egyébként itt a kertészetben, hogy azért 1986-tól volt időnk arra, hogy kitapasztaljunk egy-két különböző csinyát, binyát, eltanuljuk a virágtermesztésnek, és ezeket viszük tovább évről évre.
Hát a tavaszi növényekre a kiültetésre szánt egynyári növények, muskátlik, balkon növények, ezek a fő szegmensei a kertészetünknek, de ugyanakkor megtalálható a krizantém, úgy mint szaporítóanyag szinten is, a környékbeli termesztőket ellátjuk szaporítóanyaggal, úgy mint krizantén dugványja, továbbiakban utána kész krizantén termékeket is állítunk elő, és karácsony előtt Mikulás virággal kedveskedünk a vásárlóinknak. Kellett Miskolcnak, hogy kulturált körülmények között tudjon az ember vásárolni. Hát ez nagyon szép. Én még most látom először, de el vagyok tájolva, nagyon szép. Nem olyan zsúfolt, mint ott, úgyhogy nagyon szép, tetszik. Hát az egyértelmű, hogy szebb a környezet, ez egy tökéletes piac. Nekünk is jó, meg a vevőknek is. Kellett tényleg, mert annyira ott olyan rossz helyen volt ez a virágos, meg minden, szóval kényelmesebb is, meg tisztább is. Nem kell a földön árulni, és tényleg az áruban is nagy választék van. Úgyhogy hát, én is palántáért jöttem le, de nagyon szép a palánta is minden, úgyhogy már ez kellett ide. Egyszerűen az a szégyen, hogy nem volt hely az őstermelőknek. Pedig ez köztudott, hogy Miskolci piac az mindig a kistermelőkből ért meg a legjobban. És nagyon-nagyon sok öreg nénike van, akinek erre nagyon-nagyon nagy szüksége van, a nyugdíjat kiegészíteni. És meg kell, hogy mondjuk, hogy mi vevők is sokkal hamarabb elmegyünk a kis őstermelőkhöz, mint a nagy multikhoz és a nagy vásárlókhoz. A vevőkhez úgy kell hozzáállni, hogy visszatérjenek a vevők. Én hozzám visszatérő vevők vannak 90%-ban. Paprikára, épp úgy paradicsomra, salátára, uborkára, mindenre. Nagyon nagy szükség volt rá, sőt ennek további bővítésében kellene gondolkodni, ugyanis mi is itt vagyunk egy ekkora kertészettel, és a helyi piacokon szeretnénk igazán részt venni, ne kelljen nekünk máshol keresni lehetőségeket. Vertikum akkor kerek, hogyha magyar ember magyar terméket is, ha tőlem veszik a tojást, én a magyar húshentestől veszem a húst, és akkor Magyarország így gazdagodik. Nem telhet el tanév az óvodásoknak szervezett mese- és prózamondó verseny, néptáncfesztivál és Ovi olimpia nélkül sem. Május 19-én rendezték meg a legkisebbek olimpiáját az AMK Platti Ida óvodájában, ahol a gyerekeket rengeteg kaland és kihívás várta. Na, és a mi óvodánkat kérem meg arra, hogy hozzá el ide a lángot ehhez a nagy Ovi olimpiánkvához. Az Ovi olimpia lángja lobban fel az AMK Platti Ida óvodájában immár 13. alkalommal. A Felsőzsolcai intézményben ezúttal is a térség óvodásai versengtek a játékos sportversenyeken. A kicsik pálmát ültettek a falábúak szigetén, halat horgáztak a kis tavacskából, és célba dobtak a kókuszerdőben. A rengeteg kaland közepette talán el is feledkeztek arról, hogy más gyerekek ellen versenyeznek, hiszen őket még pusztán a mozgás, a sportolás öröme motiválja. A versengést teljes mértékben háttérbe szorítottuk, ha lehet ezt mondani. A mozgás, az együttlét, az örömszerzés, ezek a legfontosabb dolgok ezen a mai napon, hogy mindenki
kiteljesedjék, jól érezze magát, és egy szép napban részesüljön. Ennyi. Szellem az nagyon fontos, mivel most már annak nagyon örülünk, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, ahol a csapatnak csapatszellem kialakul, és hogy a gyerekeknek már kiskorban ez nagyon fontos, hogy tudják azt, hogy ha iskolába kerülnek, akkor mi a csapatmunka, tehát az összetartó ereje ennek az egésznek. Vannak elvárásaik a gyerekekkel szemben? Hát olyan nagy elvárásaink nincsenek, tehát nem az a lényeg, hogy most az első díjat elvegyünk, hanem az a részvétel a fontos, tehát arra tanítjuk őket, hogy mindenki a legjobb tudása szerint részt vegyen ezeken a rendezvényeken, nem pedig a helyezés. Mindenféleképpen a kistérségi munkaközösségnek az összefogásáról van szó itt, amikor a 10-12 község minden éven megjelenik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekekben a közösségi szellemet, a mozgás iránti szeretetet, illetve a verseny, a csapatszellemet növeljük. Ezáltal érzelmileg is gazdagodnak, képességeik fejlődnek, és nagyon-nagyon megtanulják azt, hogy közös erővel, összefogással sok mindent megtehetünk. Elsősorban szerintem a csapatszellem, meg az együttműködés, ami nagyon fontos, meg ugye maga a játék, az élmény, amit itt kapnak, meg hát nem utolsó sorban a sport, meg a testmozgás, ami fontos az életükben. Élvezik a gyermekek ezeket az alkalmakat? Persze, nagyon. Tehát ha kint vagyunk az udvaron is, nekik mindenük a mozgás, és ezek a versenyek alkalmával pedig, tehát a verseny, a csapatszellem, a győzni akarás, ez nekik mind nagyon fontos, és nagyon élvezik, meg a szurkolás, szeretik. Most egy hatalmas nagy mocsár szélén álltok, amiben képzeljétek, már egy éhes krokodil is van, oda nézzetek. Ezen a mocsáron csak úgy lehet átjutni, ha ezt a két karikát megfogjátok, és megmutatom, hogy hogyan tudtok rajta átmenni. Figyeljetek! Leteszed a karikát, belelépsz, magad elé dobod a másikat, átlépsz abba, fölveszed a hátsót, dobod előre, és így halad. 13. alkalommal kerül megrendezésre az Óvi Olimpia, és mi az elsők között minden éven szeretjük látogatni. Gesztely község óvodavezetője vagyok, Huszárné Veres Judit, és minden éven nagyon-nagyon jól érezzük itt magunkat. Örömünkre szolgál, hogy vendégül láthatjuk, és együtt sportolhatunk, játszhatunk a környező települések kisobodásaival. Tulajdonképpen az együttérzés öröme, a közös játék öröme az, ami összefogja ezt a rendezvényt. Mi csak helyt adunk, vagy megszervezzük ezt tulajdonképpen, de én azt gondolom, hogy minden résztvevő, aki már 13. alkalommal van itt akár a településéről, várja ezt és örömmel jön rá. Úgyhogy boldogan megszervezzük, hogy együtt lehessünk. Az eltelt 13 év alatt a Plattida óvoda vezetője Drozsnyik János né Évike és minden egyes munkatársam nagyon-nagyon hősiesen és odaadással megszervezték ezt az Óvi Olimpiát, de talán pontosan azért, mert évről évre sok gyakorlati tapasztalatot szereznek, évről évre mindig magasabb színvonalú és szebb műsorokkal állnak a rendezvény megkezdésekor a gyerekek elé. Az öt karikás játékok előtt a sportolók mindig edzőtáborban készülnek a nagy megmérettetésre. Az Óvi Olimpiát megelőzően a gyerekek pedig a testnevelés foglalkozásokon válnak egyre ügyesebbé, gyorsabbá és fürgébbé. Testnevelés foglalkozáson sorversenyeket játszunk, illetve ilyenkor, amikor jó idő van, akkor kint az udvaron tartjuk a foglalkozásokat, és akkor próbálunk ezekre egy picit felkészülni a gyerekekkel. Miért fontos az, hogy a gyerekek sokat mozogjanak? Az óvodás gyerekeknek ez az alap tulajdonképpen, hogy minden nap mozogjanak. A mozgás az nagyon fontos, a rendszeresség benne. Nálunk is hetente kétszer a nagyoknak testnevelés foglalkozás van, illetve a szabad foglalkozásokat, azokat mindig próbáljuk kint tartani. Úgyhogy a mozgás az a gyerekeknek a lételeme. Csoportosok otthon gyakorolnak, próbálják otthon is feleleveníteni a sorversenynek, a váltóversenynek az elemeit, és ezáltal
már ezekkel hetekkel ezelőtt készülnek erre a versenyre. Próbálunk készülni a versenyre, és hát a héten nagyon sokat gyakoroltuk a sorversenyeket, meg minden ilyen csapatmunkát, és hát kint az udvaron ugyanúgy a zsákbafutástól kezdve a célba dobást, mindent próbálunk velük gyakorolni, és hát ehhez végül is semmi nem kell, csak a szabad levegő és egy labda. Mi az, ami inspirálja a gyerekeket, a mozgás, vagy inkább a győzni akarás? Hát szerintem ők még ezt, hogy győzni még ők annyira nem fogják föl, de persze az ajándéknak ők is nagyon örülnek, de szerintem nekik még a mozgás a lényeg. Egészséges életmód fontosságáról nem hinném, hogy beszélni kell, mert szerintem ezt mindenki tudja, érzi és fontosnak tartja. Ezt nem elég korán elkezdeni a gyerekek számára, vagy a gyerekeknek átadni és nevelni őket erre, főleg ebben a mai időszakban, amikor nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, tévé előtt, és hát egyre kevésbé tartják talán a családok fontosnak, vagy idejük arra, hogy kirándulni rá járjanak, vagy sportoljanak, illetve hát nem tudom, hogy anyagilag is esetleg, mert ez sem kis gond, megtehetik ezt nagyon sokan. Ezért ezt a mai napot ennek is szenteljük, hogy egy kicsit felhívjuk a szülők, a családok, az óvónénik, a kollégák, a gyerekek figyelmét arra, hogy a legfontosabb dolog az egészség. Az Ovi olimpiák sora természetesen tovább folytatódik, hiszen az AMK Platti Ida óvodája jövőre is meglepetésekkel teli sportversenyekkel várja a térség óvodásainak nagy csoportosait. A Közelkép, a Zsolca TV heti közéleti magazin műsora ezzel a végéhez ért. A műsor ismétlésének időpontjait megtalálják képújsággondolainkon, de adásunkat bármikor visszanézhetik az interneten is, a zsolcatv.hu weboldalon. Friss hírekkel, esemény összefoglalókkal egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Én a műsor készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Olvasta már? Megjelent a 10 évre szóló Nemzeti Vidékstratégia. www.vidékstratégia.hu. Vidéken élni jó. Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából. A vadászat alapelvei. A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására,
másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. Elvezet a természet és a hozzátartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása. Országos Magyar Vadászkamara Borsodabaui Zemplén megyei területi szervezetének, valamint a Vadászati Kulturális Egyesület ifjúsági tagozatának szervezésében 70 általános iskolás gyerek részvételével rendezték meg a hagyományos, immáron negyedik alkalommal megtartott vadásztábort, melynek a központi témája ezúttal a vadászat története volt. Ápolása és a régmúlt vadászszokásainak felidézése mellett az ifjak bepillantást nyerhettek a solymászat, az íjászat és az agarászat rejtelmeibe, elsajátíthatták a kübalta készítésének csínyát-dínyát, és természetesen az esti vadmegfigyelések izgalmas, feszült, várakozással teli percei sem maradhattak ki a program. Ez a szerszám volt az, amivel őseink meghódították a Kárpát-medencét. Ez egy nagyon fontos fejlődési szakasza magának az íjak fejlődésének is. Itt ugyanis háromféle anyagot használnak föl az íj elkészítéséhez.
hagyományőrző feladat, és azok a magyarokkal, már a honfoglaló magyarokkal érkeztek Magyarország területére, már az őseink is solymászmadarakkal, turulmadárral, az ősi mondák szerint is már hozták magukkal és folytatták a vadászatot. Patakmeder tisztítása, valamint a pisztráng telepítés nagy segítséget jelentett a tavaszi árvízkárokat alaposan megszenvedő településnek, ráadásul környezetvédelmi célokat is szolgált. Nagy öröm számunkra, hogy a vadásztábor résztvevői munkájukkal segítik a településnek a megtisztítását, hiszen az elmúlt időszakban ért belvíz és árvíz, ami bennünket is jelentősen érintett, nagy mértékben elszennyezte a mi csodálatos csenkőpatakunkat, rengeteg hordalékot, követ, kavicsot. Nem lesz semmi baj, így meg nem fogja véde, hisz látja jól al, így meg nem fogja véle, hisz látja jól. Itt vagyunk az Ósol patak mentén, ahol a vadász csemeték táborából jöttünk ki. Ezek a kis fiatal gyerekek, legények és jányok kitakarították az Ósol patakot a kommunális hulladéktól, műanyagflakonoktól, zacskóktól. Ebben a vízben mindig is élt a pisztráng, az őshonos sebes pisztráng, és most, hogy így már tiszta, megint hoztunk bele néhány ivadékot, de csak is az őshonos sebes pisztrángból. Ezeket engedték el itt a gyerekek. Természetesen a környék idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintésére ugyancsak sor került, így a vadászpalánták ellátogattak Boldogkővár aljára, valamint az első magyar nyelvű Biblia kiadásának történelmi színhelyére, Vizsolyba. Negyedik Bélelés kísérete minden hallott a pincébe. Este, ahogy följöttek, hálálkodva köszönte meg a király Bodó leleményességét. Itt nem maradhatunk, újabb csapatok jönnek, s te életeddel fizetsz jóságodért, mondta a király. Majd hozzátette. Nagy erdőségbe kell mennünk, ahol jól elrejtőzhetünk. Rész, amely elvileg összekötetésben van annak a résznek épületével, illetve járatrendszerével, ahol az étterem ki van alakítva. Boldogkőváralja község Borsodabaui Zemplén megyében, Miskolctól 52 kilométerre, észak-keletre, a Zempléni hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén terül el. Nevét a Boldogkői várról kapta, mely a Bodókő nevű sziklán áll. A
A falu története szorosan összeforrott a váréval. Első írásos említése egy 1282-ben kelt oklevélben található, ahol Castrum Boldua néven utalnak a tatárjárás után épült erődítményre. Az ovális alakú andezit tufa hegy tetején, észak-déli irányban elnyúló, szabálytalan alaprajzú, belső tornyos boldogkővára büszkén emelkedik a magasba. Balassi Bálintnak is kapcsolata volt a tájjal, hiszen mezőzomboron komoly szőlőbirtokkal rendelkezett. 1584-ben egy szikszóról, 1585-ben pedig Abaújszántóról kelt levele maradt fenn. Bizonyos, hogy Boldogkő várában is többször tartózkodott Balassi Bálint, többek között itt írta a Borivóknak való című közismert versét. Persze szintén maradt idő a felhőtlen, boldog játékra, a kikapcsolódásra, a sportolásra. Bizsoly neve a Károli Gáspár, gönci református lelkész által előkészített első magyar nyelvű Bibliáról ismeretes. Ő volt az, aki lefordította és 1590-ben megjelentette az első teljes magyar nyelvű Bibliát, melynek egyúttal gondozója, szerkesztője, sajtó alárendezője is volt. Daruka Mihály egy vidám szerepjátékon keresztül mutatja be a kiadás körülményeit. Logisztikai asszisztens. Ami persze akkor abban az időben valami cserégyány, vagy valami ilyesmi lett volna, ne hagyd! Nézzük, az hogy működött a hét! Volt egy ilyen szép, nagy, hatalmas ácsolmány, aminek a legfontosabb része, ezek a jó erős vastag gerendák voltak, mert hogy nagy erővel kellett ezzel a facsavarral oda sajtolni a papírtartót. Na, innen ered az újságírás szava is, ha? Rásajtó. Ő igaz? Rásajtoltál papírtartót erre, a ólom betűkből összerakott nyomódúcra. Na gyere ide, Mozsénka, közelebbet csepe. A színpadi mozgás még gyakorolni. Mozsénka lelke, két nagyon fontos dolog kell még a nyomtatáshoz. Mi az? Papír. Így bizony. Na nézzük, a festéket azt vajon miből készíthették. Milyen színű az a festék most? Fekete. Méghozzá, milyen fekete? Sötét. De van világos fekete is. De milyen sötét fekete te? Milyen lett kis Bence? Milyen lett fel, amikor bement a kemencébe? Milyen lett? Barna. Na erre mondták két héttel ezelőtt, majd hasonló ilyen kicsi lány, hogy hát ropogós. Na!
Na, orvos lett Mosenka! Úgy van, mert hogy koromból és olajból készítették a festéket, méghozzá ennek a kézi készüléknek a segedelmével, ami nem más, mint egy... kulcsú. Egy hordozható kulcsú, mi? Ez is már ilyen. Na, tovább, mi lehet még ez? Gyertya. Ez? Hová? Tehát, igen jó a szelektív hallása és a rövidtávú memóriája. Való igaz, mert hogy ez nem más, mint egy olajmécses, egészen pontosan olyan, mint Aladdin csodalámpája. Szeretnéd esetleg megdörzsölni? Ne próbál csak le! Megdörzsölni! A papírgyár legközelebb innen 180 kilométerre volt, Krakó városában. Onnan hozzák a papírt, Rákóczi Zsigmondunk zseniális barterüzletet, vagyis árucsereüzletet kötött, mert egy hordó tokai bor pontosan annyit ért, mint egy hordó merített papír. Így mindenki boldogból gondolom én, a lengyel lesz talán egy kicsit boldogabbak. Na, gyere Mosenka! Így aztán ezt a papírt ide most ráteszed a másikon a tetejére, ráhagyod ide a fedelet, elfordatod a füleket, rácsukod ide a fedelére. Fogd meg! Jó? Ragab addig meg bepamacsolja az egészet. Most már! Maxima tíve csak a var, megkapogja már jaga, fejbe dolgozzál! 30 másodpercnyi távolságra vagyunk a győzelemtől. Egy női szereplőre volna még szükségünk, őt mondom, hogy... A császár mondjuk. Tehát, jöjjön kisasszony, jöjjön bátran! Mert a kisasszony most elindítjuk Hollywood irányába! Az osztályi felé, ide jöjjön kis kegyen! Mert a kisasszony alakítja mostantól minden idők egyik legnagyobb szerepálmát! William Shakespeare örökbecsű színdarabjából, a Romeo és Júliából, a második felvonásból, a kakukkos óraszet. Na, amikor én azt mondom, hogy óra indul, a kisasszony egyesével emelkedő számsorrendben magyar nyelven jó hangosan másodperc alapon elszámlál egészen 30-ig. Amikor odáig elég, akkor egy ilyen éteri magasságukban csilingelő, természetazonos hákokat fog kimondani. A jogdászok tudják, hogy itt az idő. Na Mosenka! Na, valami lő! Na! Kalkú! Ez a kozák férfikó. Kalkú! Kapu! Ezt úgy érve elképzelni, hogy az éjszakából lopakodik a kapu. Kapu! Na majd most fényes nappal van! Kapu! Hogy nekik hárdoljuknak, kis hibával azért, de sikerült 30 másodperc alatt elkészíteni egy oldalt, annak a 15-20 felnőttnek, akinek ez volt reggeltől estig a munkája, 4 gépen nyomtatták. Látjátok majd a templomban, milyen gyönyörű szép munkát végeztek. Legyetek nagyon-nagyon büszkék rájuk, hiszen az a 15-20 ember olyan munkát hajtott végre, amit több mint 100 éven keresztül meg se fognak tudni közelíteni. Nem még hogy túlszárnyalni. Ezekben az ólakban, csűrökben, pajtákban olyan technikai bravúrt hajtottak végre, ami a mai napig is dicsőséggel tölti el a nyomdászokat. Ez a könyv majd az a könyv, ami majd a magyar reformáció talpköve lesz, és ez a könyv fogja megvédeni a magyar nyelvet is pontosan ugyanilyen szépnek. Köszönjük természetesen Harry Gáspár úrunknak, jöjjön a kapsrendelé, zúgjon a vasra! Gyere bátran! Hogy is van, hogy nyugdás hajszám!
a férfias a paguk, a kukjának is! Hát ne lehetek, hogy nézzek! Vizsoly nevével először egy 1215-ben keletkezett oklevélben találkozhatunk, de már sokkal korábban, mint egy 3000 évvel ezelőtt is letelepült életmódú, mezőgazdaságból élő lakossággal rendelkező településnek számított. A középkorban jelentős helyé vált, növekedése, gyarapodása, amellett, hogy királyi birtok volt, elsősorban annak tulajdonítható, hogy itt vezetett Kassára, Lengyelországba és Oroszországba a legfontosabb kereskedelmi útvonal, a Via Regia. Kiemelkedő birtokosa volt Vizsolynak Rákóczi Zsigmond, a Rákóczi dinasztia alapítója. Leggyakoribb azért az az volt, hogy frissen ették a gombákat, ezért is fontos az, hogyha netalántán valaki az erdőbe vadászként kikerül, eltéved, kinn marad, esetleg enni akar valamit, akkor jó, ha ismeri a gombákat.
Fertőzést okozó gombafaj, a gyilkos galóca. Ez egy olyan közepes, nagy termetű gomba, tehát akár 5-10 centis, 15 centis kalapárt mérője is lehet, és körülbelül ugyanilyen magas. A kalapjának szüksége van ilyen téren is. Csoport, amely ehető és jó ízű, gyakran fogyasztott gomba a vargányákhoz tartozik. Az ízletes nyári vargánya, esetleg a bronzos vargánya, ezekre mindegyikre jellemző a csöves termőréteg, ez általában krémszínű fehér, később esetleg egy kicsit zöldesebb árnyalatra is válhat. A kalap domború, majd később kiterül, laposabb lesz, barnás színű. Nagyon, nagyon különleges növényekkel fogunk most itt találkozni, és egészen mi kapcsolatba is fogtok vele kerülni. Egyiket, másikat megesszük. A növény itt van. 500 és 1000 között. A háborítatlan természeti környezetben olyan ritka növényekkel találkozhatnak az erre vetődő vándorok, mint a boldogasszony papucsa vagy a kárpáti fogas ír. Ezen túlmenően számos növény és gombafaj található itt, melyekkel meghívott előadók ismertették meg a gyerekeket. Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésű Zemplén az Alföld északi peremén húzódó északi középhegység legkeletibb tagja. A hegység javarészt érintetlen, egybefüggő erdőségei, sátorformájú hegyei, festői völgyei, egykori várak romjaival vadregényes tájat varázsolnak az ember szem elé. Milyen vidék ez? Nehéz lenne néhány szóval jellemezni a sokarcú, vibráló, mégis fenséges nyugalmat árasztó tájat, ahol az ember és a természet évszázadok óta szelíd harmóniában él. A Zempléni hegységének szívének nevezett telkibányai területen vagyunk, egy hegyi kristálylelőhely, amelynél tipikusan megfigyelhető a riolitos utóvulkáni működés leggyakoribb anyaga. Ember elődje, ugye azok az ős majmok, amik Rudabányán kerülnek elő, ugye rögtön itt Észak-Magyarországnak az egyik különlegességéről van szó. Rudabányán olyan 10 millió éves ős majmok kerülnek elő, amik valahol az ember felé vezető útnak a korai megjelenését mutatják, és Rudabánya az világviszonylatban a leggazdagabb és legkiemelkedőbb korabeli lelőhely. Ember. Téma van, hogy a régészek ugye szemtanúkkal már elégen tudnak beszélni. Sőt, hát ami nehezíti, ugye, hogy a szerves anyagból készült maradékok, az hát például van egy kis csonthegy, azt megpróbáljuk beilleszteni, hogy be lehet-e illeszteni mondjuk egy fába. Készítünk egy harmasfélig. Nagyon gazdag volt az állapot. Ez milyen csont? Ez majdnem olyan, mint egy. Köszönöm.
Hogy a lélek a szívben lakozik, hogy ne lefelé a pokolba szálljon, hanem föl a mennybe, ezért a szív, vagyis a bal oldal mindig fölfelé van a lőtt vadon. Kezdődik, hogyha megnézitek, ennél igazán látszik ennél a csapnál, látszik, ami mutatja, hogy válik el a koponya csontra. Mert ez nagyon fiatal volt. Ahogy a bika öregszik, vagy a trófeás alkancsot nézzük is, a vetésű síkos végeleg, ahogy öregszik, az a dudorsík kezd megszűnni, és az öregkor után, vagy az öregkorban, ahogy lép a val, és úgy ejti az alkancsot, az a domborulat megszűnik, és egy komorú, vagy egy sík. Ami arra szolgál, ez a gyutacsoló eszköz, ez biztos már többen használtátok is. És ugyanennek a másik oldalán lehet az új gyutacsot behelyezni. Arra kaptam felkérést, hogy itt a táborban a gyerekeknek a vadászat múltjáról, a házi patrontöltési módszerekről egy kis bemutatót tartsak, és ehhez a gyűjteményemből összeszedtem néhány dolgot, egy kis bemutató anyagot, amivel szemléltetni tudtam, amit elmondtam. Rossz a szőrő és ilyen, itt van a hát és ilyen. Csapatok először előadják a gyutolójukat. Amikor ez megvan, akkor a csapatok egyesével a kis lacukon előadják a táncukat. A zsűri fogja ezt értékelni. Akkor biztos, hogy meghoz.
Volt verseny alakult ki az élet. Mégpedig len a vérnyulak és a vérebek csapata között, de mindössze kettő ponttal maradtak le tőlük a muflonok. Tehát ez, hogyha délelőtt ügyesek voltatok, és este is ügyesek lesztek, akkor még simán behozhatok. És hát egy kicsivel nagyobb a hátrányuk a Hubertusoknak egyenlőre, de még a helyzet itt sem reménytelen. Gondoltam, hogy akkor még egy picivel talán hozzá tudok járulni, hogy jobban megszeressétek, ha elmondom, hogy ez a könyv pontosan azért készült így, hogy ti is tudjátok forgatni, és kapjatok belőle néhány olyan információt, amit lehet használni. A táborozás ünnepélyes pillanatait követően, miután a legügyesebbek átvették a díjakat, jutalmakat, már csupán a fájdalmas búcsú volt hátra. Vidám és tanulságos élményekkel gazdagabban, a viszontlátás reményében bízva köszöntek el egymástól és a táborvezetőktől a gyerekek, akiknek az álmaikban még bizonyára sokáig visszaköszönnek majd a kedves emlékek, és ha meghallják a vadászhimnuszt vagy a vadászkürt szavát, egy boldog nyárra gondolnak, melyet együtt töltöttek el az emblémben, az aranygombos telkibányán.